fiókó, és akkor így felküldöm a cuccokat a tévére, és akkor filmeket nézni. Uh-huh. És van valami jó ilyen Adam Sandler-e? Hát... Vagy Ben Stiller? Így a cseh... Ryan Gosling? De zsíkisti, és ezt is szeretem. Nem mondom, hogy nagyon menjünk el. Kosárlabdázik. Azt mondom szépen. A Britney Spears kosárlabdázik? Hát te mondod, én elhiszem, nem figyelj. Szóval nem mondom, hogy mondjuk... Eszem egy kívülbe játszik. Nagyon rég láttam. Figyelj, aranykozik után. Nem mondom, hogy nézzünk Pasolinit-nak a régi filmeket. Nem mondom, hogy ilyen nagyon régi, de Cseh hullám. Nem is értem. Tessék? Tűz van, babám. Azt szeretjük. Nem láttam. Nem? Nagyon jó. Ilyen nagyon szerencsétlen fickó van benne. Ámint itt. Nagyjából igen. Figyelj, jól. Szépen egyéb elveszem. Aha. Figyelj, akkor... Most vettem. Jobb lenne, ha mennél. Azt hiszem, hogy nincs meg az összhang. És tényleg nem volt meg az összhang. Utána próbálkoztam én mindennel. De amikor a... Kinek is a nevét mondtad utoljára? Britney Spears. Amikor Chris Spears-ra mondják, akkor... Tényleg kosarazott? Mit tudom? De szép volt a haja. Tehát azt egy bírtam benne. Azt hiszem szőke volt. Nem a Britney Spears. Ja, az őnek. De aztán próbálkoztam még másokkal is. Olyan vagy, mint Oscar Mayer. Azt például azt mondtam, hogy ízlés dolgában nagyon egyértelmű az én igényem, mindenből a legjobbat. De gustibus non est disputandum. Igen. Ezt tudom, mert úgy hívnak. Na most akkor miért baj az? Miért baj az, ha különböztök el? Nem tudom, én alapvetően, amikor tehát úgy képzelek egy párkapcsolatot, hogy amikor az elején elindul, akkor valami nagyon szép, nagyon csodálatos, nagy fellángolás, stb. Összetartja a szerelem, aztán van egy ilyen megnyugvás része, és aztán vagy szétmegy az egész, mert befásul és megunják egymást az emberek, vagy találnak olyan közös érdeklődési köröket, amiket közösen tudnak fikázni. És akkor az úgy összetartja őket. És ezzel a lányjal még annyi közös érdeklődésed sem volt, hogy legalább valamit együtt, legalább utálni együtt, vagy rajongani. Hát ez alatt a 4 perces beszélgetés alatt nagyjából olyan október végéig raktam össze a programomat így fejben. Annyira nem figyeltem. És milyen volt a főcimpája? A főcimpája? Nem láttam ezt, hogy szép volt a haját, de azt mondta, de az ugye pont eltakarta. Tehát akkor nem tetted mérlegre, hogy mi az, ami jó benne, és mi az, ami esetleg milyen volt a szex vele? Jó, az még jó volt, de nem lehet erre alapozni egy kapcsolatot. Szerinted? Persze. Mert olyan gyakorlott vagy, hogy te már csak tudod. Nem, azt mondom, hogy nagyon, de sokat néztem. Mármint, hogy sokat olvastam, már nem. Hogy... Jó, hát úgy látszik, hogy egy ilyen önismereti úton neked most készül egy ilyen listád, aha, és akkor ilyen preferencia sorrendek váltják egymást. Most például úgy tűnik, hogy egyre följebb kerül a te ízlésvilágodba az, hogy gondoljunk már egyformát. Például. De pont ezért én egyébként a végletek embere vagyok, tehát hogy... Elemzem magamat, tudod? Tehát, hogy átgondolom. Látom. Tehát. Ha
másikat meg magadat. Írtam egy listát, hogy mi az, ami nekem ebben a lányban nem tetszett. Leírtam. 10 pontot. Így szépen egymás alá. Az olyan, hogy kiáltvány. Királtam a hűtőre. Nézegettem, és mind a 10 tulajdonságnak, ami nem tetszett, megtaláltam ugye az ellenkezőjét. Azt felírtam egy másik listára. És ennek alapján kerestem egy lányt, akivel most nem sok erről lesz egy randi. És rá, hát a 10 pontból 10 évig. Szóval most nagyon bizakodó vagyok, hogy ő lesz az. Jó, majd jövő kedden elmesélem. Hajjaj. Oltári, törődnek az orvok. Haladásunk, édes kutyát, például a Pablo Picasso az volt szíves olyat mondani, hogy az ízlés micsoda szörnyűséges dolog. Az ízlés szerinte a kreativitás gyilkosa. De azért még addig elmesélem, amíg a randi beindul. A hatalom én szerintem egy erősen tudatformáló szenvedélybetegség, és ennek káros hatásaiból csak az intelligencia és a jó ízlés emelheti ki az ember. Ezt mondta Görög Ibolya. Na, szóval ezt a nőcit, akivel most a mi Gusztin találkozik, úgy hívják, hogy Nóri. Istenem, nem szoktam amúgy késni, úgy, most késtem, de ide bejöttél? Akkor tudom, hogy mióta vársz. Mármint, hogy igen. 17 perce. Igen. Vagy akkor itt. És mit csináltál az alatt? Verseket mondtam fejben. Tényleg? De jó. A kedvenceim. Tényleg? Én is nagyon szeretem a verseket. Milyen verseket szeretem? Hát mostanában azt csinálom, hogy a 90-es évek magyar pop slágereit mondom föl, és csináltam egy ilyen YouTube csatornát is. Van is egy, ami, hogy egy pain, mint fájdalom, neki egy verse. Ha akarod, elmondom. Kérlek. Éjszaka van, és alattam nincsen más csak az ágy. Felesleges és üres nélküled a vágy. Hiányzol nekem az első perctől, mert mindig testestül, lelkestül. Hát alig voltunk egy kis időt együtt, és az egyikünk a másik mellől eltűntél. Legszívesebben visszatekerném az időt. Elmennék a múltba. Hiányod miatt. Az érzés furcsa. Én nem vettem észre, hogy mikor veled voltam, a legboldogabb ember józan kábultam. Hiányzik a kedves lényed. Hiányzik az egész. Én megmondom őszintén, tőled távol lenni nehéz. Elmúlás képei fejemben, melyek mélyek. Temesd már el, megkérlek, hisz nem látsz, nincs kéz. Én megtalál az élet, megaláz, de tudom, úgyis megy tovább. A szex vajon mi? A szeretsz vajon mi? De én meg pont ilyeneket mondtam fejben. Nem? Szabasz Monstertől is tudok, amit csomót. Ja, köszönöm. Mert te milyeneket szoktál? Hogy nincs meleg? Hát... Meleg van? De legyogottam. Nem tudom, ez egy ilyen jobb fajta hely, hogy itt szabad? Persze. Ja. Sőt, az volna a kínos, ha iszol, mert nyugodt magam. Nem bolygódik annyira iszolós. Nem. Egész bátran vagy be. Oké, rendben. Amúgy nem mondtam, de nagyon csinos vagy. Köszönöm. Szépek ezek a ruhák, így együtt. Köszönöm. Igen, külön-külön nem biztos, de hogy így a... hogy így össze van rakva rajtad. És valószínűleg amúgy miattad ilyen jó, mert bárki máson nem lenne ilyen jó. Köszönöm szépen, nem lehet valami, van erre. Jó. Mert aki ezt megtervezi nekem. Tényleg? Hát persze, akár az elemezekben. Szuper, szuper hely, amúgy tényleg. Esetleg rendelünk valami. Te, így jönnek? Igen. Hello. Ez egy zenész, ugye? Nem pincér. Igen. A hegedű erre utal. Csak azt hittem, hogy elegánsa is, vagy annyi, hogy tudod, hogy ilyennek, hogy mit óhajt?
És hogy akkor tudod, hogy úgy kell válaszolni, hogy énekel, hogy semmit, ha drága, biztos kurva drága nem vagy. De a pénz nem számít. Szóval mesélj magadról, szereted a verseket, az nagyon jó? Nagyon szeretem, meg egyáltalán olvasni, zenét hallani, nagyon szeretek. Tényleg? Általában komoly zenét hallgatok, és nagyon sok koncertre járok. Komolyan? Igen. Mutában bérletem is van. Az ott van a Budapest Park mellett, nem? Hát most egész pontosan nem tudom, hogy hol van a Budapest Park. A Műpához közel az, úgy igen, igen. És az operába is gyakran járok, nem tudom, te szoktál-e. Operába járni? Igen. Hát voltam arra már. Többször is. Nem tudom, nekem igazából így gyerekkoromból van egy nagyon meghatározott színház élményem. 8 évesek lettünk, és a Csizmás Kandurt néztük a színházban. Értem. És most arra... És az nagyon megrázó volt igazából. Beszélő cica. Hát én még gyerekkoromban. De mostanában nem voltál? Terveztem egy ideje, és most is van egy listám, ami nagyon sok előadás föl van írva, és annyira sok, hogy kár is lenne elkezdenem sorolni őket, mert hogy sok előadás van, amit ismerek, és meg is nézném. Értem. És esetleg? Igen? Filmeket? A Star Wars, azt nagyon szeretem például. Nem tudom, ismered a Star Wars? Hát, persze. Vagy ez nem egy olyan hely, ugye? Igazán, én még azt gondoltam, hogy valami művészfilm. Hát, bocs, csak. Ilyenkor nem kell kifizetni, ugye? Hát, úgy beletenni egy ötöst a izé, ha... Ja, azok a cigányok. De nincs bajom a cigányokkal. Komolyan, semmi. Ha például cigány lennél, semmi baj lenne. Te egy szép vörös hajulány vagy. Köszönöm szépen. És mondom, valami filmeket esetleg, ami nem a Star Wars, hanem valami művészfilmeket nem szoktam. Persze, egyébként szoktam. Na. Szoktam. Ha őszinte akarok lenni, olvasni, nem olvasok olyan sokat, gondolom, mint mondjuk te. De a filmeket nem, hogy az a baj, film viszont otthon vagyok, tehát hogy igen? Persze, Tűz van babám, láttad, óriási, tényleg, hogy ott leég a háza, és ott nézik, ne nézed, miért nézni akarod, aztán nem. Ja. Hát ha így nem láttad, nem vicces. Ezért nem szoktak játszani sosem. Hol lettél fel? Én itt Budapesten, Budán születtem. Aha. Budán? Budán. Az jó. Már hogy ott nőttem fel. Ott nőttem fel. Rózsabonban. Igen. Hát én... Édesapám orvos, édesanyám ügyvéd, én. Jogod van hozzá. Értem. Hát igen, én vidéki srác vagyok. Az Őrségben nőttem föl. Az nagyon szép. Az tényleg szép. Van egy nyaralónk. Hát nekünk így az egyben volt a nyaralónk, a háza. Hát az apám tehenész volt. Inszeminátor pontosabban. Azt tudom,